perceken belül becsöngetnek a negyedik órára, és az előző órában Kovács Mári igazgatónőnek is órája volt. Milyen órája? Pontosan hányadik osztály? Negyedik osztályban volt német népismeret, ők már 3 hete itt vannak, úgyhogy az óráimat meg tudtam tartani. Milyen bátran küldték a zsámbéki szülők a gyerekeket, hiszen ott még vitás volt, hogy most be vannak-e oltva a pedagógusok, ha-e már az oltás, vagy nem. Hány gyerekkel kezdtek? Az az igazság, hogy nagyon kevés hiányzónk volt az alsó tagozaton, ilyen 10 főről beszélünk, és ezek a szülők úgy kérték a felmentést, hogy megindokolták, és természetesen engedélyeztem. Tehát olyan volt például, hogy a szülő várta az oltást, és krónikus beteg, és szerette volna megvárni, amíg ő is megkapja. Vagy olyan volt, hogy a családban éppen kisbaba született, és nyilván egy pár hétig nem szerették volna, hogyha eljön a gyerek, de egyébként nagyon-nagyon együttműködőek a zsámbéki szülők, amit ezúton is nagyon köszönök nekik, mert támogatnak bennünket, és tudják, hogy mi is mindent megteszünk annak érdekében, hogy itt az iskolában ne történjen megbetegedés, mint hogy eddig nem is történt. Ez összefügg azzal, hogy a zsámbéki pedagógusok bátrabban oltakoznak, vagy egyszerűen a biztonsági, higiéniai előírásokat jobban betartják, egy jó szisztémát találtak ki, mivel magyarázható, mert a régióban azért mindenhol voltak kisebb-nagyobb bezárások, karanténok, pedagógusok kiesése. Nálunk egyetlen egy karantén osztály volt még a nagy szünet előtt, de az a kisgyerek is tudjuk, hogy nem az iskolában fertőződött meg. Én azt gondolom, hogy ez annak köszönhető, amit már a múltkor is elmondtam, hogy szeptemberben elég szigorú intézkedéseket vezettünk be, mindenki betartotta ezeket, és így nem volt iskolában megbetegedés. Egyébként ugye a pedagógusok oltakozási szándékáról, vagy beoltottságáról nem nagyon lehet információt szerezni, de az informálisan csak tájékozódik. Jó arányban oltakoznak a kollégái? Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván vannak adataink, hiszen amikor a pedagógus odajön, hogy ő nem tud órára menni, mert megy oltásra, akkor azt tudjuk, hogy megy oltásra. Hivatalosan nem tájékozódhatunk, de egy informálisan azért tudjuk. Szerintem a tantestület nagyon nagy százaléka be van oltva. A felső tagozatosok, akik mától járnak újra, milyen bátran jöttek be, tehát a szülők egészen pontosan milyen számban küldték a gyerekeket? Az egész felső tagozaton 2 gyerek hiányzik. Nagyon-nagyon indokolt az ő hiányzásuk, és egyébként jöttek, várták, nagyon-nagyon várták. Reggel 8 órakor köszöntöttem az egész iskolát, és mondtam, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy itt vannak. És azt is elmondtam, hogy a következő 5 hét nem a szivatásról fog szólni, hanem arról, hogy mindenkinek sikerüljön jól befejezni ezt az évet, és ehhez minden segítséget megadunk. Tőlük meg elvárjuk a pozitív hozzáállást. Mennyire nehéz az átállás? Tehát pénteken még digitálisan adta fel a leckét, hétfőn meg már itt vannak a gyerekek, tehát hogy lehet ezt külön választani? Ez nagyon-nagyon nehéz. Én lelkileg készítettem már a kollégáimat erre, írtam nekik a múlt héten, hogy készüljenek fel, nem lesz egyszerű. Nem azok a gyerekek jöttek vissza most május 10-én az iskolába, mint akik március 5-én elmentek. Ezt tudomásul kell venni. Ez egy olyan hosszú kimaradás volt, mint egy nyári szünet. Egy 2 hónapos kimaradás. Oké, hogy tanultak otthon a gyerekek, próbálták követni a tananyagot, de nagyon változatos módon. Tehát volt, aki részt tudott venni online órán, volt, aki csak papír alapú feladatot tudott megoldani, és ugyanígy a pedagógusoknál is volt, aki olyan osztályokban tanított, ahol sikerült az online kapcsolatot megteremteni a gyerekekkel, volt, ahol kevésbé. Úgyhogy nagyon-nagyon fárasztó volt, kimerítő volt, és nagyon nagy szakmai kihívás, én azt gondolom. Volt azért egy próbája a pudingevésének jelesül tavasszal, akkor is volt, hogy hiányoztak hónapokig felsősök is, alsósök is. Igen, akkor is, de az volt a tanulás, a betanulás. Utána minden osztály kialakította azt a platformot, amin jól tud együtt dolgozni. Mi nem tettük kötelezővé egyiket sem, minden osztály megválaszthatta, illetve minden pedagógus megválaszthatta, hogy melyik osztályjal, melyik platformon tud dolgozni, mert tudjuk, hogy nincsenek meg mindenhol a technikai feltételen. Nem csak a gyerekeknél, én azt gondolom, nincs minden pedagógusnál sem. Volt olyan pedagógus, aki a 2 hónapon át végig itten az iskolából tartotta az online óráit. Minden nap bejött, és itt tanította le úgymond a műszakját, majd utána délután még otthon felkészült a következő napra, úgyhogy én azt gondolom, hogy minimum 2-szer annyi munka egy ilyen online tanítás, mint a személyes részvétel való. Több kollégája mondta a régióban, illetve közművelődési dolgozók is, hogy nagyon jó, hogy nyitás van.
és jelenléti oktatás, illetve lehet a közönséget fogadni egy múzeumban, egy műfázban. De azért érdemes beépíteni a folytatásban, még ha minden nyitva marad is, egy kicsit a digitális elemeket, mert az gazdagítja mindkét területet. Egyetért? Ezzel maximálisan egyetértek. Én most, ahogy kijöttem ebből az osztályból, mondtam a tanítványaimnak, hogy a Classroomban ugyanúgy feladom a feladatot, mint ahogy eddig megszoktuk, jó dolog, és nyilván ezt így vegyíteni nagyon jó. De az is más, amikor ezt szabadon eldönti valaki, hogy most ezt így szeretném, majd jövő héten másképp, az is más, amikor ezt direktben mindenkinek egyszerre így kell csinálni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtek a pedagógusok is e tekintetben, mint ahogy a gyerekek is, hiszen olyan gyerekeket kényszerítettünk IKT használatra, akiket eddig tiltottunk tőle. Úgyhogy azért ez egy nagyon nagy kihívás volt. Ezek a gyerekek, akik most már második tanévben hónapokat kiestek, illetve hát egyfelől kiestek, másfelől meg egy más formáját kezdték el a tanulásnak, szenvednek valami hátrányt a továbbmenetelüket, továbbtanulásukat illetően, a tudásukat illetően? Vagy ugyanolyan teljes értékű tanéveket tudnak magukénak, mint mondjuk a két évvel ezelőtti generáció? Én azt mondom, hogyha azt mondanám, hogy teljes egészében egyenértékű ez az oktatás a jelenlétivel, akkor hazudnék. Szerintem nem. Viszont az egész országban minden gyerek ugyanolyan mértékben sérült, én azt gondolom, és a tudásuk is ugyanolyan mértékben hiányzik, tehát nyilván a középiskoláknak is ezt be kell tudniuk, és fel kell majd mérni szeptemberben, hogy hol tartanak a gyerekek. Nekünk is ez az 5 hét arról szól, hogy próbáljuk betömködni a lyukakat. Nem gondolnám, hogy ugyanazok a követelmények lehetnek majd szeptemberben, mint amik egyébként álltak. Nyilván minden pedagógus országosan van ezzel feladata. Optimista folytatást illetően, tehát rendes tempóban és módon lesz a ballagás, tanévzáró és a következő tanév? Én azt gondolom, hogy igen, ehhez azért kell állampolgári fegyelmezettség, tehát ez a nagy kirohanás, meg a nagyon eldobjuk a maszkot, ennek nem vagyok híve. Én azt gondolom, hogy a zárt térben maradjon még a maszk, a távolságtartás, természetesen a fertőtlenítés, lázmérés. Talán a szabadban lehetne egy kicsit enyhíteni, köztereken. Én például a hétvégén a Balatonon voltam, egyszer úgy mentünk sétálni a családdal, hogy azt mondtuk, megszámoljuk, hány maszkos emberrel találkoztunk, egyel sem. Nem bírják már az emberek ezt, most már ez sok volt. A Dóri, milyen volt 2 hónap után újra visszajönni az iskolába, mennyire vártad? Hát én nagyon, mert azért hiányoztak a többiek. Találkoztatok azért a karantén ideje alatt? Sokkal igen. Mennyire éreztétek meg azt, hogy most más a helyzet? Hát azért így jobb, hogy együtt vagyunk. Így nem az ideg, nem találkozni kell, hanem úgy együtt tudunk lenni így minden nap. Nyilván nem egy pontos számot kérek, de naponta hány órát tanultál, amikor digitális oktatás volt? Ilyen 3-4. Az kevesebb, mint ami itt van, ugye? Itt azért 5-6 is van. Hát szerintem igen. Itt kicsit könnyebb volt valamennyire. Otthon. Szóval egyáltalán ez a távoktatás, ez neked jobban bejött? Igen. Mondjuk itt jobban el tudják magyarázni, de kicsit könnyebb volt szerintem. Mi volt akkor, mondjuk matekból nem értettél egy példát a digitális oktatás alatt? Meg tudtad kérdezni ezt a tanárattól, hogy magyarázz el még egyszer? Hogy működött? Hát felhívtuk Edith nénit, azt elmagyarázta, hogy kell csinálni. Azt utána már ment. És Töriből mindent értette? Hát igen, ott, ha valamit nem, ott anya segített.